Saját magát Karinti Gyűrűs humoristának tartja? Hát hogy ne tartanám magamat Karinti Gyűrűs humoristának, amikor rám lett fogva. Tehát tulajdonképpen ez egy haszonkölcsönszerződés, teljesen legális, tehát én átadom haszonkölcsönbe a Mikinek a gyűrűt meghatározatlan időre. Úgy fogom őrizni, mint ahogy a Louvre őrzi a Mona Lisát. Igen, na ez... És olyan alkalmakkor fogom fölvenni, ahol mint humorista jelenek meg. Tehát fellépésre biztos, hogy föl fogom venni. TV interjúra is biztos, hogy föl fogom venni. Te vagy ott a Galla Miklós. Ja. Hát ott írd úgy alá, most nem szétcsúszott az a izé, Galla Miklós. Most mit ér ez egyébként? Na, most boldogságot. Karinti, az van ráírva, hogy Karinti. Tessék. Nagyon. Nagyon köszönöm. Ha tudta volna, hogy puszival jár, akkor is odaadta volna a gyűrűt? Engem nem zavar a Galla Mikivel a puszi. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés Andrástól megkapni. Mikitől visszavették a gyűrűt, és ő elkezdett küzdeni. Akkor én azt éreztem, hogy neki a művészi produkciójáért mindenképpen járna a gyűrű. Igaz, hogy nekem is. Tehát az nekem nem fért volna be, hogy nálam van a gyűrű, de oldalról a Miki ugye állandóan irigykedik rá. Tehát az nekem nem fér be. Mert nem is jogos, mert hogy ha én kapok egy gyűrűt azért, mert én ugye humorista vagyok, hát akkor az viszont a Mikinek köszönhető, mert mi együtt kezdtük, tehát nélküle nem lenne. Na most ez viszont is igaz. Irigykedett volna egyébként? De nem ez a helyes, nem irigykedtem volna, én vágyakoztam volna, inkább így. Hát, az lehet, hogy szellemes, nem, hogy nem Galla Miklós, hanem Gollán Miklós. Nem kell. Az érdekes az, hogy én amikor elfogadtam a Karinti Gyűrű felajánlást, mondják, hogy odaadják nekem, én nem tudtam még a Miki sztoriáról. Tehát nem úgy volt, hogy a Mikitől visszavették, akkor, és utána nekem felajánlották, hanem nekem felajánlották, és én 2-3 nappal utána tudtam meg, hogy ez ugyanaz a sztori, hogy a Mikitől visszavették, és akkor most nekem adják. És akkor ugye telefonálgattam, hogy ne csináljuk már, hát ne a Galláért kapjam én, hát most mi? És mondják, hogy nem, hát azt csak visszavettük, és majd a 22-ről előre csúsztam. Na most ezt végig figyelni, és közben titoktartás. Tehát meg volt mondva, hogy titokban kell tartani ezt. Nem szabad elmondani, mert majd ők hozzák nyilvánosságra. Most én ott hónapokon keresztül, érted, olvastam azt, hogy a Miki küzd a gyűrűjéért. És közben énnek bennem fejlődött egy érzés, hogy hát ez már biztos, hogy nem lesz olyan, hogy én ezt a gyűrűt nyugtan fogom tudni hordani. Tehát ez inkább gond. Inkább gond már, mint öröm, és akkor rájöttem, hogy viszont nem is kell nekem. Pozitív jel, hogy András akadálytalanul föl tudta húzni a középső ujjamra, ami le lett mérve. Hát ez az. Illik rá a gyűrű. Most kiderül, hogy Andrással az ujjunk is timmel egymáshoz. De soha 86-ban nem jutott eszünkbe, hogy próbáljuk. Az ujjunkat összehasonlítsuk. Ehhez kellett ez a cirkusz.